tornázni reggel. Miért jöttél el ebbe a táborba? Mert szeretek táncolni. Meséld el, légy szíves nekem, hogy mióta táncolsz, és melyik tánc a kedvenc? A tücsök lakodalom a kedvenc táncom, és négy éves korom óta táncolok. A táborlakok között vannak rutinosabb táncosok is. Most tanultunk egy új koreográfiát, amit itt fejeztünk be, meg hogy idén most fürettem itt először, és ennek nagyon örülök. Jól érzem magam, mert most jó az idő a táborban, tavaly esősebb időnk volt, tudunk focizni reggelente, meg táncolunk. Hát... Mindjárt ismeritek itt egy? Hát a kisebbekkel még nem nagyon ismerjük egymást, de nagyjából igen, mindnyájan. Jobban megy a munka, hogyha jobban ismerjük egymást, idegenekkel nem nagyon megy ilyenkor általában. 1979 óta minden évben megrendezzük a tábort. Ennek igazából az a célja, hogy közösségépítő legyen, tehát hogy a legkisebb artinás is megismerkedjen a legnagyobbal. Ez minden évben igen jól sikerült, de amióta ilyen sokan vagyunk, tehát hogy 150-170 az általános iskolás korú gyerek, azóta ezt nagyon nehéz megcsinálni. Ez a tábor alkalmas rá, de már a programok összeegyeztetése nem mindig sikerül. Most jelen pillanatban 130-an vagyunk itt. Ez három korcsoportot ölel magába, az előképző kettősök, tehát a 7-8 évesek, akikkel kezdjük egyébként a táborosztatást, mert az egyel kisebbeket még nem merjük kihozni. Az aprók vannak itt, és a gyerekcsoport. Tehát ez három együttest jelent, aki most jelen van, az ifjúsági együttes és az utánpótlás együttes más elfoglaltsága miatt nincs itt. Az utánpótlás hollókőre megy, az ifjúsági pedig az éjjel jött meg Helsinkiből, Finnországból. Tehát most itt a legapróbbak vannak. A tábor ideje alatt a gyerekek azokat a táncokat gyakorolják, melyeket az idei évben tanultak. Igazából a program még az is, hogy mindazokat a lukakat betöltsük, ami egész évben nem sikerült. Tehát egy olyan együtt dolgozás, olyan közösségi munka, ami egyébként csoportok határát is átíveli. Tehát itt mindenki együtt tud különböző dolgokat megcsinálni, tehát ez azért jó, és bármikor mozgósíthatók a gyerekek, soha senki nem hiányzik, mert ugye mindenki jelen van a táborban. Ez olyan intenzív, erős munkára késztet bennünket, és ad lehetőséget a munkára, hogy ez nagyon-nagyon jó dolog.